Kigyulladt egy vályogház Jászboldogházán a Bajnok utcában. A lakás tűzben súlyos, életveszélyes égési sérüléseket szenvedett egy nő, akit mentőhelikopter szállított kórházba. Elsődleges információk szerint test felületének 40%-a megégett. Az egyik utcában élő férfi is látta a házból kitóduló gomolygó füstöt. Akkor már ő is tudta, hogy nagy a baj. Láttam, hogy már nem csak a kéményén jön a füst, hanem már még a cserepek között is. A szólok neki ott a szembe való szomszédjával, hogy gyere már, mert hát itt már baj van. És akkor már a kislány már szaladt kifele, és akkor már hogy el akarta oltani a tüzet, de szegénykém csak oltani akarta, de közelben még vízcsap sincs, az a baj. És akkor mi nem tudtunk, de akkor már egy hölgy telefonált a helyi tűzoltóknak, hogy azok jöttek rögtön. A tűzeset részleteiről Német Ádám, a Jászhegykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője adott tájékoztatás riporterünknek. Tűz keletkezett egy körülbelül 100 négyzetméter alapterületű családi házban, Jászboldogházán a Bajnok utcában. A tűz a fürdőszobában keletkezett, mégpedig azért, mert az egyik lakó fával gyújtott be a fatüzelésű vízmelegítőbe, ehhez azonban égés gyorsítót használt, amely végül lángba borította a fürdőszobát, és ez a tűz terjedt tovább az ingatlan közlekedőire is. Elsőként a jászboldogházi önkéntes tűzoltók érkeztek ki a helyszínre, akik egy vízsugarat szereltek, közben pedig az épület melléképületéből kihoztak 3 darab gázpalackot, melyek szerencsére nem forrósodtak át. Az önkénteseket követően érkeztek meg Jászberényből, illetve Nagykátáról a hivatásos tűzoltók. Ők már a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása alatt 3 vízsugárral avatkoztak be, és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a ház többi helyiségére, valamint a padlástérre, illetve a tetőszerkezetre is. A megsérült nő testvére nyilatkozott kameránknak az esetről. Fürdőszobában, ahol a tűz keletkezhetett, ugye, szerintem belerosolta a benzin, meggyúrott, az berobbant. Én 17 óra 42 perckor kaptam a telefont, hogy merre vagyok, mert elmondták, hogy hova megjárt, kiút a lakás, jöjjek azonnal haza. Hazajöttem, a focipályán volt a mentőhelikopter, már ő ott volt. Ő elmondta, hogy mit csinált, és utána látni a következményeket. Begyújtott önszántávon, mázelőtt is begyújtott a fatüzeléses bojlerban. Elsőre talán nem sikerült. A mentős orvosnak is ezt mondta, nekem is ezt mondta. Utána valahonnan benzin locsolt rá, nem tudom, hogy honnan vette. Attól keletkezett talán a berobbanás. Itt a hűtő, ez teljesen tönkrement, ez látszatos. A férfi arról is beszélt, hogy több elektronikai eszköz is a tűz martalékává lett. A hűtőn kívül a mosógép is bennégett, de az előszobában a polcon található dolgok is megsemmisültek. Az önkormányzat is segítséget nyújt a felajánlókkal összefogva a helyreállításban, tájékoztatott közösségi oldalán Kocáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A ház kiürítését tervezik, majd ezt követően szakember segítségével felmérik, hogy milyen munkálatok elvégzésére és ezekhez milyen anyagokra van szükség, írta a településvezető, aki a felmérést követően teszi közzé, hogy a segítők ezeken, bútorokon, ruhaneműkön túl a felajánlók mivel tudják támogatni a bajba jutottakat, kiemelte. Fontosnak tartja, hogy célirányosan a szükséges dolgokat szerezzék be. Ennek koordinálását magára vállalta, hogy egy tiszta, lakhatásra alkalmas közegben élhessenek tovább a károsultak.